Nagy T. Katalin, a műcsarnok igazgatója ül itt velem, Isten hozta a stúdióban. Köszönöm szépen, nem igazgató, művészettörténész kurátor. Na, művészettörténész kurátor, akkor ha sikerül, akkor módosítjuk gyorsan a feliratot. És életszőnyeg. Erről a kiállításról fogunk beszélgetni, és nekem már ez a cím nagyon tetszik, életszőnyeg. Milyen szép, ahogy szövődik az életünk. Hát az az igazság, hogy a kiállításnak tulajdonképpen az alcíme és a főcíme is a művész egy-egy képéből származnak. Az életszőnyeg című kép valóságos címe az, hogy életszőnyeg részlet, ami hát kiállítás címben egy kicsit hosszú lett volna, ezért rövidítettem le, de nagyon jellemző Újházi Péterre, hogy minden egyes művének tulajdonképpen van egy ilyesfajta felfogása, hogy az csak egy részlet tud lenni. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy a nagy mindenséget, az egészt, azt nem láthatjuk, csak egy pici részt belőle. És Újházi művészetében ez tényleg gyakran előkerül. Egyébként több képe is van, ahol ez a szőnyeg szó szerepel, és tulajdonképpen ennek van egyfajta inspiráló múltba tekintő, tehát valóságban volt egy nagy élményt okozó szőnyeg, amely a család szerint is sokáig a falon volt, hiszen tudjuk, hogy a régi szőnyegekben sokszor kódolva voltak különböző üzenetek, persze áttételesen, ugye jelképesen, de valójában tényleg akár emberi sorsokat megjelenítettek, csak nem biztos, hogy tudtuk olvasni. Ez a bizonyos életszőnyeg, ami a kiállításon is szerepel, az ténylegesen egy nagyon szőnyegszerű ábrázat, amelyben hát a különböző történések, az emberi kis élethelyzetek, kedveskedések, cívódások, veszekedések, örömök, bánatok együtt jelennek meg, amely egyébként Újházi Péter művészetének egy bizonyos műcsoportjára nagyon is jellemző. Amikor elmegyünk egy kiállításra, akkor persze, hogy a kiállított alkotásokban gyönyörködünk, de talán sokszor jövünk el úgy, hogy magát az alkotót ugye nem ismerjük meg. Mi az, amit pedig hát azért azt nagyon is illene. Mi az, amit érdemes mindenképpen Újházi Péterről megtudnia annak, aki aztán megtekinti a kiállítást? Hát azt szoktam mondani erre a kiállításra, hogy ez nagyon látogatóbarát. Tehát az volt a célom ennek, biztos az egyik oka az, hogy én mindig szerettem tárlatot vezetni, mindig szerettem közvetíteni a művészetet, tanítottam 8 éven keresztül. Tehát, hogy én azt gondolom, nem mindenki ért ezzel egyet, hogy kellenek mankók a kiállításban. Tehát nem nagyon szájbarágos, de kellenek olyan fogódzók, ami segíti a látogatót, ugye kortárs művészet megértésében. Tehát ennél a kiállításban olyan mankó van, hogy 3 tematikus részt emeltem ki, azért itt körülbelül olyan 2000 műről beszélünk, ugye az alkotó az idén lesz nem sokára 81 éves, tehát egy komoly életpálya van mögötte, és ebből 3 teremben olyan 130 művet tudtunk bemutatni, tehát nagyon nehéz volt nyilván, nagyon el kellett dönteni, hogy mi legyen. És én olyan 3 csoportot választottam ki, amely véleményem szerint nagyon jellemző a művészre, tehát az első teremben megismerjük az önarcképeit, és a metaforikus önábrázolásait, ami nagyon fontos része a művészetének. És minden teremben van egy idézet is, és itt kapcsolnék vissza a kérdésre, hogy az a művész, aki meg tudja fogalmazni, hogy ő mit szeretne, mi a célja, meg akár vallomás, akár árszpoétika formájában, azt mindig érdemes idézni, mert azt szoktuk mondani, hogy a kortárs művészetben nekünk, tehát hogy a művészettörténészeknek is nagy szükségünk van ezekre a segítségekre. Tehát ezek az idézetek is segítik a látogatót. A második terem, és a harmadik terem, hát ha most kicsit túloznék, akkor azt mondhatnám, hogy egy kicsit a paradicsom és a pokol jelenik meg, persze ez nagyon metaforikus értelemben, ugyanis a második teremben a nadapi
tájképek és lomképek uralkodnak. A Nadap az egy picike település a Velencei hegységben, ráadásul különlegessége az, hogy a tengerszintnek ott van egy ilyen szimbolikus, illetve régebben használták is a térképészetbe, tehát egy ilyen igazodási pont, és hát ezt most megint szimbolikusan véve azt lehet mondani, hogy Juhászi Péter életében is valamilyen értelemben Nadap egy igazodási pont volt, tehát oda Székesfehérvárról kijárt, és egy egészen a többi művétől eltérő műtárgy csoport, az előbb említett, tehát tájképek, lombképek tartoztak. A lombképet azt ugye meg kell magyarázni, mert az ugyanolyan költői szó, mint az életszőnyeg, tehát a Péternél szoktam mondani, hogy azért ő egy költő is. Rájött a tájkép ábrázolások után, során, amiket nyilván gyakorolt főiskolás kora óta, hogy valami más szeretne. És akkor rájött arra, hogy szinte belebújik mondjuk egy virágzó fába, és azt olyan közelről mutatja meg, hogy tulajdonképpen csak a lombot és mögötte az eget látjuk. Többnyire egyébként az eget. És ezek nagyon gesztusszerű, nagyon spontán, nagyon, hogy úgy mondjam, a természet rezdüléseit azonnal képpé formáló műalkotások. Tehát mondjuk ez a bizonyos második terem tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen gyönyörködés, egy ilyen örömfestészet. És amikor megérkezünk a harmadik terembe, annak szintén egy Újházi kép a címe, hogy megy az élet. Na most, ahogy ez a cím, illetve ez a kifejezés vagy mondat is jelképezi, itt arról van szó, amit mondtam, az emberekről, akik jönnek, mennek, csinálják a dolgaikat, és ennek a anyagnak az egyik fontos része úgynevezett piramisos képek, amikor tulajdonképpen ilyen kis élettereket látunk a képeken, többnyire piramis formába fölépítve. Itt azért zárjában mögötte el kell mondani, hogy hosszú éveket élt és töltött lakótelepen, főleg a fiatal korában ez megnehezítette az életét, hiszen nem volt műterem, nem volt tér se arra, hogy fessen, tehát ezért járt ki például Nadapra, illetve Fehérváron is volt egy úgynevezett kollektív műterem. Most ez a harmadik teremnek a megy az élete, ez a 2000-es években egy pesti lehetőség által, vagyis hogy Budapestre járt festeni, közel 10-10, több mint 10 éven keresztül. Ez kiegészül ilyen burjánzó emberi televénnyel, amit ő megtapasztal az Őrsvezértéren, a kispesti metró lebontásán. Tehát mindazt, itt sajnos csúnya szót kell használjak, hogy azt a mocskot is, amit egy város nyújt, ahol minden ott van. Ugye a szegények, a különböző utcai koldusok, árusok, tehát minden, és közben az emberek, akik ott közlekednek. Ezt a nagyon furcsa televényt, ezt több kép megjeleníti, és ez a harmadik teremnek egy fontos témája. Ahogy hallgattam, az jutott eszembe, hogy de jó lenne úgy megtekinteni a műcsarnokban az életszőnyeg Újházi Péter kiállítását, hogy ezt ott a helyszínen meséli valaki. Erre van lehetőség? Tehát aki elmegy a műcsarnokba, olykor vannak ilyen vezetett mondjuk igen, mindig kiállítás. Szoktunk. A műcsarnok nagyon nagy súlyt fektet egyébként is a programokra, és ez nagyon fontos manapság, tehát szerintem igénylik is az emberek. Hát a legközelebbi az november 4-én lesz egy tárlatvezetés, amit tartani fogok. Lesz egy érdekes tárlatvezetés, annak még az ideje nincs meg, pontosan ott a Kertész Endre nevű csellistával fogok közösen, mert hogy szerintem az is nagyon jó, amikor összekapcsolunk különböző művészeti ágakat, és hogyha van egy olyan zenész, akinek van affinitása a vizuális művészeti iránt, és éppen valamilyen módon interpretálja azt, amit látott, akkor az nagyon jó. Másrészt meg szerintem valakit hallgatni mondjuk egy órán keresztül, abban is egy olyan kellemes, hogy úgy mondjam, megállás, és egy kicsit más dolgokat mozgat meg a látogatók agyában.
egyszerre mekkora csoportot lehet így végigvezetni? Hát tehát, hogy most akik hallják, gyorsan jelentkezni, nem tudom, jelentkezni kell? Igen, regisztrálni kell. Igen. Itt elsősorban ugye máskor is azért valahogy le kellett zárni a számokat, vagy számokkal a csoportot. Most a pandémia miatt tulajdonképpen 25 főben határozta meg a műcsarnok. Ezek azért viszonylag nagy terek, tehát szerencsére egyrészt el tudnak az emberek távolodni, mert mindenki kap egy kis fülest, úgyhogy nem kell az én közelemben, mint régen az volt, hogy így szorosan körbevették a tárlatvezetőt, és akkor az azért nem volt olyan jó, de ez most nagyon akár elkószálhat a terem másik végébe, és nézheti a képeket, és közben hall engem, tehát ez most nagyon jól ki van találva. És akkor még van lehetőség vajon jelentkezni? Én nem követem, de szerintem negyedikére még van, és fogunk csinálni majd záró tárlatvezetést is, meg lesz egy érdekes, azt is úgy különleges volt, hogy kitaláltuk, hogy jelenleg egész pontosan most fog megnyílni a héten Kovács Péter festőművésznek a kiállítása, aki sajnos egy nem is olyan régen halt meg, és ők jól ismerték egymást, és a Kovács Péter tárlatvezetése többek között Gál József képzőmész által lesz talán többször is megtartva, és én gondoltam, csináljunk egy közöset, hogy egy kicsit beszélünk egymásról is, már mint úgy értem, hogy én Kovács Péterről és Gál József meg Újházi Péterről, mert én is nagyon jól ismertem az ő művészetét és személyét is, és lesz egy meglepetés a tárlatvezetésen, mégpedig az, hogy én sokat dolgozom Debrecenben, ahol egy nagy gyűjtemény dolgozok föl, és volt egy olyan kiállítás, amire kortárs művészeket megkértem, hogy reflektáljanak, és a Kovács Péter Újházi Pétert választotta. Tehát van két mű, az egyik az Újházinak egy akvarelje, a másik Kovács Péternek egy tulajdonképpen játékos reflexiója. És ezt meg bemutatjuk ezen a tárlatvezetésen, tehát ez egy érdekes dolog lesz, remélem. Hát akkor a műcsarnok honlapján mindent megtalálunk. Katalin, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és találkozunk a műcsarnokban. Remélem, köszönöm én is.